Sokszoros üdvözlettel köszöntelek benneteket a legújabb Forma 1-es videómban. A Shell csapatos karriermódnak második szezonjának második futama következik innen Bahreinből. A sivatagi versenypályáról szép, tiszta égbolt várja a versenyzőket ezen az 5,4 km hosszú versenypályán, aminek a versenytávja 15 kör lesz, és mellette láthatóak az eddig elért eredmények ezen a versenypályán, amiket a karriermódban eddig elértem. Úgyhogy mondhatni azt, hogy egészen sikeres helyszín ez az eddigi pályafutásomnak, hiszen mindig sikerült pontot szerezni ezen a helyszínen. Nézzük, mi történt az időmérő edzésen. Első brickre egy 1.26.9-es időt mentem, amit egyből megpróbáltam megjavítani. Közel 6 tizedes gyorsulást is sikerült elérni, mivel éppen akkor negyedik lettem, de az első körök után 6. helyen álltam. Majd vétettem itt egy óriási hibát az utolsó kanyar kijáratánál, ami miatt nem tudtam másodszor is nekifutni a legjobb pozíciók versenyében. Úgyhogy nézzük, hogyan is alakult pontosan a rajtrács ennek köszönhetően. Elő a két Mercedes, Hamilton és Bottasszal, majd Sainz a Ferrarival egészen előkelően a harmadik helyen, majd jön Ricardo Ocon a két Renault is nagyon jó pozícióban, végül a 7. helyen fejeztük be az időmérő edzést. Albon csak a 13. a Red Bullral, De Vries a 18. lett, meglepetésre megelőzte Magnussent, a két Williams és Giovinazzit is, mivel neki büntetése volt az időmérő következtében. De már itt is vagyunk a felvezető kör végén. Verstappen van előttünk a 6. helyen, Perez jön mögöttünk a 8. helyről. Miután mindenki elfoglalja egy szép lassan az őt megillető a rajtkockát, el is fog indulni a Bahrain ID, amihez én jó szurkolást kívánok minden kedves nézőmnek. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Jönnek is a lámpák. És el is rajta a mező. Nagyon gyorsan elengedték itten az autókat. Tartjuk egyelőre szépen a 7. helyet. A két autó közé megpróbáljuk beszúrni, sőt, ojj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 j
Ennek következtében a negyedik helyre jövünk fel a rajtot követően. Verstappen együtt támad vissza, a két Red Bull nagyon sokat veszített. Nem is a Red Bullok, bocsánat, a Renault. A Renault a negyedik és ötödik helyről rajtotok, ugye most a hatodik és talán a nyolcadik helyen vannak, mint hogyha ott egy Racing Point lenne köztük. Így is van, Ocon a nyolcadik helyen van. Két Renault sokat veszített, nekünk sikerült három helyet nyernünk a rajtnál. Két Mercedes elő. Hamilton szépen meglógott. Aztán jön Bottas, Sainz. Nagy jövök én a negyedik helyen, Verstappen az ötödik. Fél másodperces hátrányban hozzánk képest. Harmadik szektor elején, ez a hosszú hátsó egyenes, az utolsó kanyarral a végén, majd a célegyenes következik, és már is vége egy körnek ezen a pályán. Sainz már 1,3-re van tőlünk egy kör alatt, ez azért sokkal előrébb is rajtolt, nem kellett neki papaszkodnia annyira a verseny elején, az első kanyarokban. Egyben van még a mezőny nagy része, az első hármas lógott meg csak, úgy igazán. Itt Sainz is köszön, van egy nagyobb távolság. Itt
Bottas és Sainz, Hamilton is meglóg öltőjük egy picit. Még pluszban, de annyira nem is. Verstappenhez képest látjuk ezt a fél másodperces differenciát. Itt Ricardo követi 8 tizedre nagyjából. Ugye ebbe a kanyarba csúsztunk ki a tavalyi szezonban. Ennek köszönhetően jött a nagy hajrá a szezon, vagyis a szezon a futam második felében. Nem tudtunk feljebb jönni a pontszerzők közé. Sainz most 4 tizedre van tőlünk, sőt 3-ra folyamatosan csökken a különbség. Sainz közben újabb egy másodpercet adott nekünk, miközben jön Verstappen. Belőle is teszi a Red Bullt, ugye még nincsen DRS használat. De itt kívülről visszagyorsítunk rá, és így megőriztük a negyedik helyet. És mi már használhatjuk a DRS-t, úgyhogy még védekezésre is nagyon jó ez az eszköz. Egyelőre megtartjuk a negyedik helyet. A harmadik kör elején, de nagyon sűrű mögöttünk a mezőny. Mi vagyunk a mozdonyok itt a járatnak az elején. Megöttünk ki a Verstappen, ez a kigyorsítás nem lett sikeres. És akkor enyhén fejeztem ki magamat, Verstappen egy bedobta mellénk az autót. De végül nem lesz belőle támadás a holland részéről, marad mögöttünk. Nagyjából 2 másodpercre tőlünk. Most már inkább 3. Sainz pedig 3-ra elmentek előlünk. Mondhatni, körönként az 1 másodpercet megadják itt nekünk. Picit, mintha feltartanám a mezőny nagy részét a 4. helyen. Hiten az az érzés az embernek. Főleg a menüzi, mennyi autó jön. Mögöttünk hasonló távolságban. Legalább itt egy 10-es. Fő gyűlt össze. Ilyen fél másodperces differenciákkal egymáshoz képest. Már a 4. körben vagyunk. A rajton kívül egyik nem sok izgalmat láthattunk ezen a versenyen. Azt kell, hogy mondjam. Szépen tartjuk azt a megszerzett 4. helyet. És valahogy Verstappenéknek nem sikerül tovább haladás. Szóval az akkurát nem olyan egyszerű megelőzni. Ugyebár aki nem követte volna az eddigi fejleményeket, ugyebár az akkura, mármint a Honda felvásárolta jelentős részét a csapatnak, és átkeresztelték akkura F1 teamre. És mire ezt nagy nehezen kinyögöm, már itt vagyunk a 6. kör végén, amikor is kilátogatunk a box utcában a kötelező kerékcserére. És többen is jönnek utánunk, itt jön Verstappen, az egyik Renault, itt a Ricardo lesz az Perezzel, meg Leclerc-kel a Ferrari-ban. Előttünk az egyik Mercedes van kint, Hamilton, és ő a keményeket tette fel, a legkeményebb abroncsokat. Itt szépen visszajövünk. Verstappen is, oppá, ott egy füstölő autó a célnyeles végén. És itt félre is áll az egyik Williams az, ha jól látom, így van, egy Williams az, kit kiállt. Safety car is out. Kint van a biztonsági autó, ebben most sokan nagyot nyerhetnek. Na nézzük. Itt jönnek az emberek, akik a safety car fázis alatt jöttek ki a boxba, és Albon bejön elébünk. Albon nagyon nagyot nyert. Hisz ne feledjük, ő a 13. helyről rajtolt. És most a 4. helyen van. 4. helyen várja az újraindítást, ami a 9. kör végén el fog kezdődni. Azonnal beteszünk mellé az autót. Sokkal jobb a kigyorsításunk, mint Albonné. Rögtön két vonat is
keletkezik itten az újraindításnál. Bottas lett át a vezetés közben, Hamilton csak a harmadik, ő is sokat bukott itt a safety car alatt. Közben pedig Albon szépen visszaelőztük itt a célegyenes végén. A tizedik körben tehát Bottas vezet, most már Sainz a második és Hamilton a harmadik. Itt tartjuk továbbra is a negyedik helyet, vagy újra a negyedik helyen, mondjuk Albon a nagyon nagy nyertese valóban ennek a nagy kavarodásnak, hiszen fejez az ötödik helyre, Verstappen a hatodik, és utána jönnek szépen lassan a többiek. Egyelőre nem szakadt szét annyira a mezőny, mint futam elején. Végül nem derült ki, hogy melyik Williams adta fel a versenyt. Minden esetre a kártyákat itt megkeverte jócskán. Mi volt ebben a 22-es pakliban? El is telik egy kör rögtön az újraindítás után. Hamilton 7 tizedre van tőlünk, annyira nem tudod még meglógni a Mercedes-es versenyző. Na tudja, hogy a keményebb abroncsokon van kint. Hát amíg lesz lehetőségünk őt megtámadni itt az utolsó körökben. Hátul megy egy kisebb pofoszkodás. McLaren is a Renault között, de narancssárga autó marad előrébb egyelőre. Itt jön tehát Bottas, kisebb előnyületet szert Sainzzal szemben, jön Hamilton utána. Nagyjából 8 tizedes különbséggel hozzá képest. Mögöttünk Albon van 6 tizedre, Hamilton pedig egy másodpercre ment ám már tőlünk. Itt vagyunk már 13. körben. Komolyabb változás nem történt, ami a sorrendet illeti. Hamiltonig továbbra is előttünk vannak 1,3 tizedre. Sainzhoz képest van egy fél másodpercre, mögöttünk van Bottas most egy 6 tizedre, mert ezt a féktávot picit elrontottuk. De mindjárt elkezdődik az utolsó kör is a Bahreini nagydíjon. Tellő megy a csatározás, Hamilton megtámadja a Sainzot. Belül van a Mercedes, egyelőre ő van előrébb. Meg is előzi a Ferrari versenyzőjét, na vajon visszatámad egy Sainz? Hamiltonra nem. Hamilton megszerzi a második helyet. Így apróbb lesz a veszteség, ami éri őtet. Ahhoz képest, hogy bár ugye vezette sokáig a versenyt. Bottas nagyon meglógott itt az élen. Most már Hamilton bár a második, Sainz, én is a két Red Bull az első hat sorrendje. Abban most egy 4 tizedre van tőlünk. És mondhatni már csak két komolyabb lehetősége lesz a támadásra. De nagyon szépen kigyorsítunk. Ezt a támadást már levédekezzük vele szemben. Most egyedül még az utolsó kanyar van. Próbálhatja meg az előzést a táj versenyző. De az lehet, hogy egy picit közelebb kéne, hogy kerüljön hozzánk. De ez elmaradt. Itt vagyunk a célegyenesben. És át is haladunk a C-val. Egy negyedik helyet szerzünk meg itt Bahreinben. Nagyon nagy eredmény. Hatalmas szezonkezdés, hogyha úgy nézzük, hiszen ugyebár Ausztráliában az ötödik
helyen fejeztük be a futamot, most pedig a negyedik helyen. Ez egy nagyon erős szezonkezdés egyelőre az Acurától. Kérdés, hogy meddig marad ez a tendencia a csapatnál. Mindenesetre az ilyen eredményeket ki kell élvezni. Bottas tehát megnyerte a Bahreini nagydíjat, ami nem túl sok izgalmat hozott számunkra. Érdő ez a safety car fázis. Keverte meg itt a paklikat, ugyebár. Egyelőre a negyedik helyen állunk az ennyi pont versenyben, hihetetlen, hogy ennyire elő vagyunk. Az Acurával, csapat téren is a negyedik helyen áll a csapat versenyben. Jelenleg az Acura. Meglátjuk, mindig tartható ez a nagyon szép eredmény. Nos, minden esetre ez mostanra ennyi volt. Köszönöm szíves figyelmeteket. Remélem, hogy a következő futamokon is velem tartotok majd. Addig is legyetek jók. Sziasztok!